Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk Mechanic Múzeum. Steamen volt ajándék a napokban. Semmit nem tudok a játékról, azon kívül, hogy egy logikai és nem horror. Elvégben a magyar nyelv az nem támogatott, úgyhogy továbbra is így van. Konkrétan nincsen hozzá felirat, ami magyar legyen. Segép is semmi, úgyhogy vágjunk is bele, ez egy viszonylag friss cím, ezt a túloldalon látjátok. És kapcsolok egy lámpát. Kevésbé szenved a háttér. Another long night at the museum ahead of me. Egy újabb hosszú este a múzeumban velem. Study alien objects from the far research of the galaxy. Tanulmányozunk idegen objektumokat a messzi galaxisból érkezetten. Egyelőre van messzi galaxist? Click on the comment to close it. Irányítás nem tudom milyen. Lehet, hogy csak billentyűegér, lehet, hogy csak egér. Oké. Okay. Another box has been shipped today. Még egy doboz érkezett. Ma, ugyebár shipper, mint leszállított, vagy mint hajóztatott. As usually, they haven't give me any info, mint tudjuk, nincs más infónk erről. They tell a researcher are supposed to research. Mondták nekem, ők mondták nekem. Hát, tanulmányozzuk, hogy tanulmányozzuk. Ja. Yeah. Or to click and swipe a look around, az a bal gombot nyomva tartjuk, akkor tudunk forogni. Na, ott egy olló. Szóval, akkor így már is lehet vele szórakozni. Adott tárgyaknál leszünk ezek szerint. Double click, get closer. Hát, nem tudom, hogy lehet zoomolni. Oda kattintottunk, oké. Okay. Slide the letter out the envelope, azaz húzzuk ki a levelet a tumedliből innen. Kattintsunk a letterre, hogy felvegyük, levélre. Találtál, vagy neked van egy leveled. Jó, ott van oldalt, fölöttem ugyebár, hogy elolvasható. Nagyon szép, lehet forgatni, és van sorozatszámunk. Dear colleague from the 4th floor. Oké, okay, kedves kolléga, a negyedik szintről. All of your requests from 2 months ago, we have pulled from the inventory this old 3D printer scanner. Követve a kérésedet, 2 hét nappal korábbról, vagy teljesítve, ugyebár, mi előhúztuk ezt az inventoryba, ezt a régi raktárból, úgymond, mint inventory ilyen téren, gondolom én, mint szövegkörnyezet, 3D nyomtatót, szkennert. It is an old model, but works. Ez egy régi modell, de működik. A angolomat hagyjuk, próbálkozom. Theoretically, feltételezhetően, vagy teórián, and all through the manual is missing, we are sure you will manage just fine. És mindazonáltal az kézikönyv elve. A Windows pittyeg a fülembe, hogy új devicét érzékelt. És akkor újra kell aktiválni a képet. Nice, remélem többet nem fog elmenni. Ma már egyszer láttam fizikailag lekapcsolni a capture cardot, ugyanis vannak a tetején lámpák, ledek, ilyen szép ledcsik, egy 6 darab, vagy 5. És ugye bármikor bekapcsolom, akkor az szétjön fehéren és bevillog. Mikor leáll, akkor összemegy pirosan és leáll. Nice, de most ezt nem csinálta. Szóval elveszett a manuál, és reméljük azért tudjuk, rendben leszünk így. When you no longer have a use for it, please be considered enough to return it into its original box along with all its accessories. Miután te már nem használod, kérlek, tedd vissza, jelezd felénk, vagy rendben van, és küld vissza az eredeti dobozba minden tartozékával együtt.
Regards, azaz üdvözlettel, Technical Servicement Department, a technikusok, note, as usual the lock code, it set the serial number. Szóval itt meg is adták nekünk ezt a kis technikai segítséget, hogy használd a zárnak a kódját, hogy föltört, vagy hogy beállították a sorozatszámot, és a sorozat számítva, hogy 1078. Szóval ez egy jó kis logikai játéknak tűnik. Azon kívül ezt nem tudjuk úgy forgatni, ahogy szeretném mondjuk ezt itt megdönteni. Hát ugyan nincs semmi. Is the letter I received with my delivery. Kaptam a levelet a szállítmány. Ezt akartam elforgatni, hogy elegánsabban tudjuk megnézni. Oké, zoomolni jobban nem lehet, akkor ez ennyi. Úgyhogy Nice. És kattintsunk megint az ikonra, hogy kilépjünk. Akkor gondolom nem ide, sem oda, hanem akkor ide. Jó. It's keep this letter in my inventory. Marad a levél az inventorimba. Oké, jobb gombbal zoom out. Must find the something sharp to cut the tape to the on that box. Azaz keresünk valami éleset, amivel ki lehet vágni, el lehet vágni a ragasztó szallagot a dobozom. A sharp az éles, a something az meg a valami. Úgyhogy itt egy olló. Igen. That's hard to do it. Igen, találtunk egy scissors-t és cissors-t, más néven ollót. Jobb gombbal kizumolunk. Oké. Okay. És go to top of the box. Drop the scissors on top of the box, cut open it, azaz dobjam rá az ollót, megfogom ezt. Igen, the rather unmarkable pair of scissors, egy jelöletlen olló. Ami pedig a valóságot? Nem, talán ott van valami jelölés, amit úgy nem nagyon látunk. Csak nem lehet olyan szinten elforgatni a tárgyat, hogy az ott érzékelhető legyen, de ott határozottan van valami felirat, ami nekünk most mindegy, azon meg kell fogni, és itt rádobni. Nyik, ó, de szépen mélyen belevágtunk. Még jó, hogy mondjuk kopra ki van számolva egy doboz, és a tartalma mondjuk koppig van a tetejének, az belevágod az olót, az nyek. Nice. Ügyesek. Good, let's have a close look at this big box. Király vagy, jó, nézzük mi van benne. Akkor meg kell fognom és ki kell nyitnom egyesével. És visszazárni már nem tudom. Lehet vele szórakozni. Oké, a másik fel magát. Mint mondom, simán belevágott a közepébe, úgyhogy ott baromi nagy hungarocelek vannak. Chapter 1. Click to continue. Az egy jó fejezet. Na, ki van dobva oda a cucc? Let's find how to start this printer. Nézzük meg, hogy tudjuk elindítani ezt a cumót. Először is szerintem nyissuk ki. Most minek a levél? Engem a levél azt mondta, hogy nincs. 1078 a kódunk. Akkor ide be kell írnunk ezt, hogy 10. És 78. Rán. De ha nincs hozzá manuál, akkor hogy is tudták ezt beállítani? Good thing the code was in the letter. Jó dolog, hogy a kód benne volt, tartalmazta a levél. I probably won't need it anymore, I'm going to put it aside. Probably lehetséges nem kell más nekem. Tegyünk be, van benne valami? Ott van valami, igen, én ezt ki szeretném venni. Hogy a teget ki tudlak nyitni. És te itt mi vagy? You have found battery. Találtunk egy accumulátort. This is battery. Van rajta három érintkező. És honnan jött ez a Terminátorból? Az atomaksiuk? Vagy mi a krumpli? Szanaszél lehet forgatni, de nem ér róla semmi. I should be looking for something to duplicate. Gondolom valamit lehet vele duplázni. Szóval legutóbb egy batterit csináltak vele, vagy mi? Te itt mi vagy semmi? You have found museum emblem. Találtunk egy emblémát. Az sem egy hátrány.
látszik, dohánylik a karakterünk. Kattingatok, mint a lőrült össze-vissza. Na nézzük, te itt mi vagy. There is nothing interesting here. Nincs itt semmi érdekesség. Ide kikerült a levél, csak szólok innen, és itt írja is, hogy 1078 a kód. Elég jó, hogy ezt ilyen távolról is lehet olvasni. Van itt valami modell, akkor egy lámpaszerűség, amin van egy ilyen turbó. Lehet, hogy egy titkos időgépet gyártunk? Vagy teleportkészüléket? Hát, nem tudom. Jó, azt mondja, hogy ott semmi érdekes. Oké. Van az oldalán egy kapcsoló. Azt átkapcsolom, nem csinál semmit. Téged ki lehetne nyitni, de... előtte szerintem téged át kell forgatni. Igen. Aha, szóval idén a battery. Jó, mi van a túloldalán? Hát, be lehet nyitni, szóval elforgatni nem lehet, de nagyjából a nagy semmi van ott. És akkor itt semmi egyelőre. Szóval akkor a batterit ide berakjuk. Na, mit írtunk rá? It's ramming me my first cell phone battery. Emlékeztet engem az első telefonom, vagy mobiltelefonom akkumulátorára. Jó, és ha így rakjuk be. Mint egy kazetta. Ágám. Basina, boom. Ott az belódol. Bemenet nincs, azt mondja. Out of bármi. És akkor oda, oda. Egy. Kettő. Ó, de szép vagy. Csak azt mondja, hogy hiányoznak dolgok. Te vagy itt a... This container CMT, ez a tároló vagy rát. Container végül is tároló, szóval ez a tartály üresnek látszik. I should replace it. Úgy gondolom, ki kell cserélni. This container is quite heavy. Ez a tartály nehéz. You found ink cartridge. I don't think I need two ink spans. Úgy gondolom, nem kell nekem kettő ilyen. Viszont kivettünk egyet, ami üres, és itt is van egy. Ezek lehet, hogy tartalék teli cuccok. És akkor ez itt, ez a konténer nehéz. Az az elviekben ebben van cumó, itt jelzi is, hogy fullon van. És akkor ez is egy olyan tartály, amit... hát, szerintem azt a nyomtató 3D cumót tartalmazza. Itt pedig ugyebár a négy érintkező, amin kommunikál. Akkor mi van, ha ezt ide berakjuk? Oké. Okay. Ink betöltve. Igen, téged itt lehet húzigálni, nem? Ez itt csak visszajelez. Téged ide húzni, nem? És itt? Mert a 3D nyomtató lényege, hogy lenyomtasson valamit. Nem az, hogy... mit csináljon. Igen, én lentre akarok bámészkodni itt, hogy ezt megnyomjam, de ezek szerint, ja nem, így lehúzom. Oké. Okay. Ez itt elvileg nyithatónak tűnik. Nem tudom, hogy ezt ide be kell nekem helyezni, vagy nem kell behelyezni. Igen, megvan a múzeum embléma. Ugye, hogy téged el lehet forgatni? Oké. Okay. Na hát akkor nézzük meg újra. Te mi vagy? Kék nincs. Piros nincs. A kéknek azt mondja, hogy nix. Lehet, hogy ide be kell helyeznünk ezt a tárgyat.
akkor így nyomkodni. Két kattintással kell visszahozni a menüt. Ajtó, nips. Aha. Lezárlak. Klik. Na nézzük, mi lesz ebből. Le 3D szkenneli a cumót, szóval ugye bár ez egyszerre egy szkenner és egyszerre egy printer. Akkor a bal oldalival szkennelünk, a jobb oldalival meg nyomtatunk. Oké, okay. Now that I have scanned this object, I can print it. Most beszkenneltük ezt a dolgot, és ki tudom nyomtatni. Jó. Scan complete, ott villom. Akkor nyomtass. Jaj, de szépen nyomtat. Igazi magic. Vagy magic. Jó, ott van az eredeti tárgyunk fölül. És lett egy másolatunk. You have found museum emblem. Találtál egy museum emblem. Nice, a perfectly duplicate object. It's keep this printer with me. I could be useful. Úgy néz ki, hogy tökéletesen működik a duplázás. Ez az a másolás. Így amit belerakunk, az, mire el is került a cuccunk. Most ezt a printer működik, let's see have interesting alien items, I've been give it study. Most ez a nyomtató működik, most lássunk valami érdekes idegen tárgyat, amin tanulmányozhatunk. Jó. A tutorial 1, a chapter 1-el megtanította nekünk, hogy kell használni ezt a tárgyat, gondolom. A batteri örök élet meg egy nap ezek szerint, mert nem tűnik úgy, hogy merülne. A múzeum logója belódol. Ó, miket találunk itt? The alien items shipment I'm going to study tonight. Az idegen itemek, azaz tárgyak szállítva megyek, hogy tanulmányozom ma este őket. Ez... I was not given an information regarding these origins. Nincsen információnk arról, hogy eredetleg ez honnan is származnak. They just told me it was argent, and that's not usual. I'm curious to see what's inside. Uh-huh. Próbálom lefordítani így magamba csak, de hát... They just, ők csak bíznak engem, vagy utasítanak, és ezt nem használhatom, vagy nincs használatban. I'm curious to see what inside, meg akarom nézni, hogy mi van benne, gondolom én. Kicsi kíváncsiak vagyunk. És ide is került egy dobozka. Na nézzük akkor elég micsoda. Találtunk egy lattert, levelet. Number, november 10, Excavations, azaz kiválasztás, kibányászás, 38-11-08. Preliminary Discovery Report, ki vannak feketével takarva a dolgok, illetve van itt egy dolog, hogy Piesref, mondja bármi egy múzeum vagyunk, a neve Ashrav, dátum 1900 vagy valamilyen évszázad, 38, november 8, méret 57x37x8, tömege 18,4 kg. Amúgy vicces, hogy ugyebár ezeket európai megoldással adják meg, azaz kilogramra és centiméterre, míg alapból ugyebár ezeket fontba és lábba adják meg, de itt most nem. Ez előny szerintem. Megjegyzés, priority one. Származás ismeretlen. Jó. De device of akármi origin, hogy honnan származik, hát kéne egy jó kis lámpa, hogy átnézzünk hátulról rajta, hát ha látjuk a fekete festék alatt lévő írást. Origin was part of the akármi near Saturn, a Saturnus közelébe találták, egy aszteroidán, mint Atlasnak hívnak, designated Atlas. Origin and purpose of the device are unclear at this point. Származása és hát a purpose, talán elhelyezkedése az eszköznek, nem teljesen tiszta ezen a ponton, az nem világos, hogy konkrétan amúgy honnan a Saturnus egyik aszteroidájáról, amit Atlasnak hívnak. The five items fell from it when it was first extracted. Néhány tárgy onnan már
ki lett korábban, hát bányászva, extracted, kicsomagolva, ugyebár elhozva, vagy megszerezve. We packed them long, along following usual safety procedures. Mi csomagoltunk a következő dolgokat, hát szerintem egybe, hogy biztonságban legyenek. Mi biztonságban egymás mellé csomagoltuk őket. A rank of reason an emergency protocol was request from above, from this item, vagy item. Ez az azonosatlan, hát, utána nézlek inkább, na, használjuk a Google-nek a keresőjét, és akkor nézegessük meg, hogy ő mit mond rá. Sőt, a Google fordítónak van ilyen okossága is, hogy élőbe fordít. Ez az eredeti készülék, mint item, vagy device, ugyebár eredete egy közeli Saturnus része volt Atlas nevű aszteroidán, az eszköz eredet és céli egyelőre nem tisztázott. Első kielemeskor leesett róla néhány elemezeket, a szokásos biztonsági járásokat követve pakoltuk. Aha, szóval potyogtak le róla dolgok. Jó lesz ez így. Ismeretlen okokból sürgősségi jegyzőkönyvet kértek fentről ehhez a tételhez és több máshoz is, amelyet további elemzés céljából közvetlenül a Nemzeti Múzeumban küldenek. Ezek vagyunk mi szerintem. Egy kötetlenen megjegyzéssel doktor panaszkodott, ugyebár itt a maga ugyebár itt van a kameraképe, élőképen a Google vacaknak, és ez nem szereti a kitakarást, úgyhogy oda egy B betűt akart be helyettesíteni, hogy az Blacked kitakart, ugyebár mint titok. A doktor panaszkodott az egész művelet körülvett titokzatos, egész szokatlan protokoll miatt, szintén blablabla kitakarva, nagyon szokatlan és veszélyes, tényleg azt mondom, nem tudjuk elvenni ezt. This letter from my college working in the field. A field jelentése pedig ez egy levélterületen dolgozó kollégáimtól. Oké, nem tudjuk ezt innen levenni, pedig azt akartam, hogy ezt levegyük, és akkor ott hát, ha alá látunk valami information, de nem. Úgyhogy, és ez úgy látom, hogy két oldalas. Oké, az itemre a 411-es számú terepcsapat Dr. Brenner vezetésére megjegyzés, ne aktiválja ezt a gépet alacsony gravitációs környezetben, tehát ki van takarva a maradék. Oké, és akkor ebből hogy lapozunk? Azt mondja, hogy két oldalas, vagy csak hogy lapozzunk egyet. Aha! Itt van a hátulján egy jó kis képehez, nem kell translate. Na, ez így jó lesz. Na, hát tudunk akkor haladni, és nem kell feliratos játékkal szórakozni. Szóval, ott van egy zár, kell neki egy kulcs, egy valamilyen kulcs, lehet, hogy duplikálni kell a kulcsot, és ott van valami kettő megjegyzésre. Igen. Jó. Akkor a levél megvan, és itt a zárra rá tudunk kapcsolni. I have the feeling that spice piece will helpful, I could duplicate with my printer. Aha. Én úgy érzem, hogy van egy olyan érzésem, hogy ez a darab segítségemre lesz. Duplikálnom kéne ezt a printeremmel. Találtunk egy itemet, vagy van egy itemed, metallic pin, ugyebár ez egy fém cumu. Jó, viszont azt mondja, hogy itt is van valami akármi, és figyelj rá, mert törékeny. Az ott szépen rá van írva. Rá is zoomolok nektek, hogy láthassátok. Nekem tetszik. Túloldalán semmi. Tetején bármi most, ott, ez itt, semmi. Vannak ilyen kis feliratok, ugyebár merevítővel ellátott doboztetők. Itt van egy felirat, hogy ne pakolj rá, ugyebár az annak a nemzetközi jelzése. Itt van, hogy LFS, Life Force Speed, az egy jó játék volt. Hashtag 0L vagy OL 2038, akkor 2038-ba járunk, vagy csak ez csak egy megnevelés az itemnek, hogy ez az a számú doboz. Nem tudom, minden esetre most akkor szerintem a printer a dolgunk. Can I use this printer to duplicate certain object? Oké, de én innen ki akarok takarodni. Hogy tudok kimenni? Ne, ott az asztalom, oda átkattintunk. My desk, nothing to do the right hair. Dehogy nem right hair, baszódj meg. Akkor téged ide rakni.
Nem, oda. Nem. Ezt rá. Ja, hogy ez ennyi, és akkor így duplikáljuk, nem kell külön ott szenvedni vele élőben, mert már bekonfiguráltuk. Oké. Jó, hát, és mi van, ha letriplázom, hogy nekem kell még egy ilyen pin? De szerintem vesz already-ben duplikáltad, ez az item már kétszerezve van. Egy. Kettő. Egy. Kettő. Az megmozdult, így el lehet forgatni. Jaj, de cuki vagy. Kód. Lalalala. Priority 1. 411 lenne a kód. Figyelj, ez duplikál le. Figyelem, kettőször. De mi? Itt vagyunk ellen az oldal. Hoppá, hoppá, mit találtunk? You have found a hide note, a rejtett notes, és a fejreállók se tudom elolvasni, mi akar el lenni. Talán egy ubu. Igen. Na nézzük. Ó, 359. Csak nem ez a kód. Tetszik a játék mechanikája. 3. 5. 9. Recs. Na nézzük ezt a dobozt. Kiugrik az alien belőle. Jaj, de csúnya, nem kell. Mi ez most, Fallout? Tök olyan ős technológiának tűnik. Sőt, nem is Fallout, bocsánat, inkább Starcraft. A Marinnek a hátsó páncélja. De szépen megvan oldva a hungarocelezésre. Itemre kivágva a méret. Chapter 2? Click to continue. Mindegyiknek ez lesz a neve? Csak viccelek. Jaj, de lapos vagy. Na, hát gyönyörűen nézel. Két vannak rajtad kis kallantyúk, amiket szerintem lehet piszkálni. Mint ez itt. Oké. Okay. Ó. You have find a strange key. Egy idegen kulcsot találtunk. És egy ideg, egy zöld brace. Csak a brace az... karlánc. Ha nem tévedek. Te az is lehet, hogy nem az. Merevítő, bocsánat. Azt mondja, hogy megtaláltad, you have found a zöld merevítő. Bár nem tudom, hogy a tárgyra miért iszi azt a Google Translate-je, hogy az egy én felirat. Lehet több mindent is elárul a játék nekünk. És itt van egy metallic objekt. Oké, és mi lenne, ha mindent letripláznánk, meg társai, csak úgy poénból. Ezt az oldalt is így egyszerűen ki tudjuk nyitni, vagy ide kellenek dolgok? Igen, gondolom ide kellenek dolgok, úgyhogy ezt megfogjuk. Item cannot be duplicated, nem kell duplikálnom, vagy nem lehet. Itemet nem lehet duplikálni, akkor téged kell duplikálni. Tész. És te jössz ide. Egyszer. Meg ide. Egy. Kettő. Jaj, de szép kis turbótörpét találtunk. Király, itt van még egy ilyen blue brace. És itt három van. Nekem meg csak kettő van. Téged is ki tudlak venni? Nem. Nem tudlak kivenni. És téged tudlak duplikálni? This item cannot be duplicated. Nem lehet duplikálni az itemet. Megnyomtuk. És a túloldala is kinyert. Jaj, de szép vagy. Veled mi a krumplit kezdjek így hirtelen? Egy. Kettő kihagy. Egy kihagy. Kettő kihagy. Ez egy code. Ez ide. Ez ide. Ez meg ide. Itt vannak ácsi ilyen izék. Feliratok fölött, hogy ide semmi. Oké, okay, oda egy. Ide kettő szerintem. Viszont átjössz ide, te meg ide, mert hogy egy van, kettő van, egy van, egy van, kettő van.
te meg ide. Szerintem te így vagy, nem? Mert itt ezek szerint úgy tűnik. Egy kicsi, nagy a nagy az. Amelyik van, ahol. De ezt máshogy nem tudod. Szóval itt kettőnek kell lennie, itt is, itt meg egynek. Viszont lehet, hogy akkor téged meg így. Így, azaz a kör az itt van, a kicsi meg ott van. Pontosan? Meg is van a logika. Oké. Titititit, kinyitotta magát. És közli, hogy hiánycikk. És akkor ott elkezdtek, megjelentek ilyen klimpelők, és téged nem lehet kivenni. Jó, nézelődjünk tovább. Mi van még a gépecskén? I do hear a sound, but this part won't move. Úgy hallom, ez a... olyan a hangja. Én hallok valami hangot, de ez a cucc nem mozdul. Na nézzük meg, hogy jól fordítottam el. Hallok egy hangot, de az a rész nem mozdul, mondja bölcsen rám. Oké. The part is blocked halfway-in. Valami, ezt az alkatrészt valami felénél blokkolja. Egy félúton. Ez a rész félúton le van zárva, azt mondja. Oké. Te itt. Téged nem tudlak, de be tudlak csukni. Jó. És te ott. Ja, itt van a kis sunyi harmadik. A Purple Brace. Jó, most már ki kéne találnunk csak a színeket. Lehet ezeket lögdösni. Ez itt sem megy oké, hogy be vagy zárva, és így. Itt sem mozdul. Itt sem mozdul. Itt sem mozdul, jó. Akkor forogjunk körbe. Nem tudunk körbe forogni. Ebbe az irányba tudunk. Ott van valami a végén. De ezt csak jobbra-balra lehet rángatni. Aha, ezen ott is van a jel, hogy jobbra-balra. Ezen meg a be-ki. Kifele nem tudlak húzni, oké. És most jöjjünk rá, hogy mi alapján kell kitalálnunk a színeket. Mert ugyebár kellenek. Hát ha úgy vesszük, hogy a sárgát meg a kéket összerakjuk, akkor abból lesz zöld, ha jól számolok. És ha azt megfejeljük egy ilyennel, akkor ez így 4, illetve itt látok 2, 4, 6, 7 pöttyöt. Itt vannak gombok, amit nem lehet megnyomni, meg ezeken is csomó, amit meg kivenni nem lehet, viszont ez nagyon úgy néz ki, mintha ide lenne való. This should go in, but something this in the way. I take my old mini camera to take to closer. Azaz fogjam meg a régi kamerámat, hogy közelebbről meg akarom vizsgálni, hogy mit látok, vagy... vagy milyen nyugtárgya. Ennek be kell jönnie, de valami útban van. Elviszem a régi mini fényképezőgépemet, hogy jobban megnézzem. Azaz elviekben az a darabka, amit ott jobb oldalt... mert inventoringban ott van az a fejem fölött, ott arra. Igen, meg is lett a kis kameránk, ami szerintem inkább egy endoszkópra hasonlít. Slide the endoscope into the key opening. Ki is kellett csak mondanom, és már azt mondja a játék, hogy igen, ez az. És akkor nézzünk be. Kis lámpa, kézi endoszkóp, bedug. És jön is a 4D-s játék. Merre mocorogjunk kategória. Arra mennyi beljebb. Ó, egy pin. Use the button, mechanic case, move the foreground objects. Igen. Oké. Ott van bent egy csomó. Fogjam meg a mechanikus kulcsot, és... nem kell meg visszajönnöm, nem kell beljebb mennünk. Itt látom, hogy van hely.
van itt egy csomó. És hogy szedlek ki vele? Use the machine's keys to move the foraging object away. De nincs inventory, mi egyben. Nem tudom megfogni a... Ja, hogy téged húzzalak arra. Oké. A pin? How in the world did this get in there? I have a word with the off-world team who packed this. Egy gombos tű? Milyen világból származhat ez? Van egy világ. A külvilágban, külső csapatban kicsomagolta ezt. Ahogy valószínűleg ugyebár onnan származik a tű. Egy pin, hogy a fenébe kerülhetett ez oda? Beszélek a világon kívüli csapattal, akik ezt becsomagolták. Vagyis ennek nem kellett volna ott lennie, ezt elfuserálták, hogy az oda került. Oké, okay, click to English to pick on to again to close it, de nem akarom, azt akarom megnézni, hogy hova potyogott az a vacak. I don't get... Nem kell visszamennem. Dehogy nem kell. Aha, egy, kettő, racs. Jó, hát akkor kattintsunk ide, hogy kihúzza, mert akaratos. És ott el is gurult a pin. Ami teret ugrott, szóval egy másik... Leütöm a mikrofon, bocsánat. Szóval egy másik dimenzióból jött. Ez egy ilyen hiperrealisztikus gombostű volt, jó. Igen. Te vagy a harmad, másodikat zárja, az. Az zárja. Ez az zárja. De jó, nekem ki kell most találnom egy kódot, hogy hogy a bánatba múkodsz. Hűha. Azt még ki is tudom emelni? Téged meg téged, úgy. Ezeket most egyesével ki kell nyitni. Na, nagyon nicce. Kettő. És akkor kizárásos lapon te maradtál. Három. Ja, hogy te tudsz szint váltani. De örülök neked, és van sárga? Persze, hogy van sárga. Remélem ez inkább sárga. Zöld. Már inkább piros. Oké, sárga. Van valami cumó bennük egyébként, ott látjuk, hogy az eger mögött ott mocorog valami, ami ilyen kocka 2, 4, 5 részből áll. Itt gondolom színre szint kell játszani. Oké. Szerencsére segít a játék egy kicsit, és bekalibrálja magát. Na, ez megvan. Meg is lett a hiperrealisztikus. És elszállt az UFO. Azt nem látjuk, hogy hova szállt, vagy nem is érdekelt minket, hogy hova szállt. Nagyon nicce, jó. Te? Aha, mozgatható vagy. Te? Igen, és te? A sárgákat kéne elmocorogtatnom? Ja, és amerre a nyíl van, arra kell menni. Azt nem tud. Úgy. Te. Te csak ezeket állítgatod, akkor téteket mivel állítalak? Ja, hogy el lehet titeket lögdösni. És hát arra nem lehet. Nagyon nicce, most mehetek vele egy kört, már. Mert csak. Úgy. Most azok megvannak.
Bárhonnan nézem, ezek itt most megvannak. Ezekkel mocorgunk. Igen. Lehet, hogy ezeket kell eljuttatni oda. Igen, ezzel az X-es dobozokat, ezzel pedig a nyilakat mozgatjuk. Az megvan. Igen. És több van. Majd mindjárt kiderül, nem elég van. Ugyanannyira. Így. Megvan a UFO. Tekert rajta egyet, átfordul. Becsapódik, hogy kiesik belőle a két dolog, és oda vonza. Tekereg. Egy antigravitációs egység. Of this size, ilyen méretben. As far as I know. Én messze, mint tudom. No civilization has technology of that kind. Amennyire tudom, a jelenlegi túl civilizáció ezt a technológiát nem ismeri. Mindjárt megcsekkoljuk. Egy antigravitációs gép? Ekkora? Amennyire én tudom, egyetlen ismert civilizáció sem rendelkezik ilyen technológiával. Érdekes. Chapter complete. Érdekes volt. Megint loading. Még egy dobozka. Két kat. Add ide a kulcsot. I take the keys out of the keyring. It be more convenient. Fogom a kulcsokat, hát leveszem a kulcskarikáról. És akkor többet megtudok róluk. Kiveszem a kulcsokat a kulcstartóból, kényelmesebb lesz. Ez az kulcsonként lesz letárolva. Igen, kettő kulcs van rajta. Találtunk egy jegyzetet, egy nótot, itt van kettő zár. Három kulcs. És akkor megint csak egy ilyen cumedli. Talán így le tudja a szkenner olvasni. Ennek az objektumnak a belső működés egyelő ismeretlen, de a célja nagyon és világos. Ez a blabla azt civilizációból származik. Az azt adott egy hibás fordítási rész a kitakarás miatt. Ez a második sebb ford volt bedugva, ahonnan kiszedték. Be volt dugva valahova, ahonnan kivették, igen, csak ott is belebágol a kitakarás miatt a fordító. Körülményekhez megfelelően a külső héj. Így néz ki egyébként, mikor lefordítja, hogy a kitakarások, mint látjátok, hiányosak. Rockfon Street volt bedugva, onnan kinyerték, a körülményekhez képest a külső hely meglehetősen sérült, de még így is meg tudta védeni a készülék magját. A benne tárolt adatok kulturális szempontból egyaránt kiemelten fontosak hazánk számára, és a stratégiai álláspont, bár még egyszer el a régészeti csapatok nem érintettek, ennek aktiválása blablabla bla, kiemelten fontosságú, ugyanúgy a Banner-es terepcsapat, és alulra van írva, két különálló elemet szállítanak a dobozban. Nice. Szóval két dolgot fogunk benne találni, nézzük csak meg a hátulját a levélnek. Üres. Oké. Akkor mi lenne, ha a kulcsokat lemásolnánk? Engedi a rendszer. Eddig kettőből két kulcs. Másolásra került. Háromból három kulcs.
Mindegyiket lemásoltuk. Igen. Ilyesmi kell rá? Nem. Valahogy szerintem azt onnan el kell venni. Ó, van itt minden. Vannak itt számok. Még felirat, amire nem lehet kattintani. Itt valami van. Meg itt is. I need a key to open this sock. Te ide jó vagy? RC18 a kulcs neve. Igen, te kinyírtál. I found a hidden note. Találtam egy rejtett note ezt, jegyzetet. Ó, de jó, két sor, és akkor így kell végig menni. Memorizálja a fene. 1, 3, 3, 4, 5, 4. Oké, kösz szépen. Mire odaérünk, elfelejtem. Talán itt a kis kép alapján, jó? 1, 3, 3, 4, 5, 4. És így kinyitottuk, aktiváltuk ezt a comót. Ugyanúgy két kulcsunk marad. Egy kulcs. Két kulcs. Egy. Mindig ezeket összefele kell zárni. Kinyitva. Kaptunk egy régi Chapter 3, click to continue. Szóval kaptunk egy, hát ott ezt a centrifuga, de hirtelen azt hittem, adon ki, hogy szikrálik, szóval aktiválva van, de arra volt, ez két darab bajom. De ez csak egy. Ups, a butha leesett és eltört. Oké. I will need this thin object, press the button mechanism. Jó. I will fix that later. Később megjavítom. Miért pont később javítod meg? Mi nem most? Tovább nem lehet forgatni a képet. És ennél se. Rengeteget kell vágnom ezt a videót. Na. Az ott szikrázik. I should be able to use my endoscope here. Tudom mit használni az endoszkópomat. Biztos látványos lesz benyúlni szikráló valamibe. Ó. Oh. Arra nem volt, hogy itt van egy ilyen izéhe? Jó, téged nem. Nem. Milyen cumedli van itt, he? Oké, mutasd magad. Igen, itt jelzés, hogy egy el van törve. Miért van kapcsoló itt fenn a endoszkópom? Eddig nem tűnt fel, hogy lenne. Jó. Minden igaz, ez jelzi, hogy az a buton törött. Túloldalt bármi. Óóó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 
Hát ezt meg kéne jegyezni, mi? A törönt melletti, fönt jobbra 2, meg közötte. Törönt mellett átlóba a 2. Azt hittem, hogy endoszkópunk tud mást is, mint endoszkópálni. Ezt most meg azt mondtam. Főleg, ha bebénálom itt a irányításba. Tovább tudunk menni? Persze, hogy tudunk menni tovább. Igen, más itt semmi, ahogy látom. Ilyen cumedlik vannak. Erre már nem is enged tovább. Kihúzzuk. Jó. Tedd el. Oké. Szóval akkor van a törött. Kell nekem ez. És ez. Ha nem tévedek. Vagy fordítva? Have a needed press button against. Aha. Akkor ti nem kelletek. És
ti kelletek, és akkor valahogy meg kell javítanunk, hogy ez ott kinyíljon. Már foglalkozol a gombbal, I fix that later, később megjavítom. De van meg, hogy később akarod megjavítani, ezt most kell megjavítani, mert az a gombot törött. Itt egy toll. Találtunk egy tollat. Tollat megfogom. Megvizsgáljuk, körbe semmi, rákat. Ben was sitting on my desk, az toll az asztalomon volt. Oda be tudom hajítani? Befér? Nice, akkor elvileg jól megnyomtunk mindent. És kijön a bele. Ez nagyon egy űrnotesznek tűnünk. Hold on, I think I will first try to reuse that anti-gravity machine that will be used for the study more easily that object. Várjunk csak, úgy gondolom, hogy először próbáljuk újra használni ezt az antigravitációs eszközt, és segít megérteni könnyebben ezt a dolgot. Aha, kitartás vagy hold on. Azt hiszem, először megpróbálom újra használni ezt az antigravitációs gépet, ez hasznos lesz a könnyebb tanulmányozás a tárgynak. Eodisztikusabb ő szerinte, hogyha fixen hagyom rajta és nem élő fordításon van a Google. Jó, akkor itt is hagyjuk a helyet magától. Oké, köszi, tudjuk pörgetni rajta a cumót. Nagyon jó. Turn the machine around, forgass körbe a gépet. Vagyis nem megfogjuk kézbe ezt a cuccot, hanem felrakjuk egy lebegő állványra, zatra, hogy lássuk, hogy mi az. Komolyan? Jó, I can now use the anti-gravity machines to observe the machines I receive. Oké, okay, observe, mint vizsgálat. Jó, most már használtam az antigravitációs gépet, hogy megfigyeljem a kapott gépeket. Így most már egy idegen technológiai gépet használunk arra, hogy idegen technológiai gépeket, tárgyakat tanulmányozzunk. Ez logikus, kérem szépen. Jó, na nézzük, te mit csinálsz? Azon kívül, hogy ilyen bőrkötésesnek tűnik, kérdés, milyen bőrből van? Nem tűnik. Úgy, some big metal emblem sealing the object. Oké. Okay. Aljára is lehet kattintani. It's blocked something must preventing from opening. Valami blokkolja, hogy kihúzzuk. Ó, oh, te viszont ki az? Te jó, te piros. Te ott kék. Aha. Most én vagyok vak, vagy az ott nem marad a helyén. Vagy ez így van a helyén. Téged ide raklak. Igen. És ez csak egy holdolós csúszka. Jó. Akkor téged viszont... egyel elforgatunk. Így. Kettő, három. Egy. Kettő, három. Nem. Négy. Ad oda-vissza. Kérdés, hogy oda kell menni. Aha. Nagyon nice. Így. És ez kidebbe. Nagyon csecse. Kérdés nélkül kinyílt a térkép. Meg is egy térkép papírusnak látszó valami. Just as I threw this indeed scroll with nothing written on it. Written on it. Csak mint olyan keresztül, vagyis úgy gondolom,
ilyen téren, mint egy trút az én rajtam keresztül. Ez úgy néz ki, mint egy tekercs, amire senki sem ír semmit. Ahogy gondoltam, ez valóban egy tekercs, ahol semmi sem volt írva, mondja nekünk a Translate. Ja. Igen. Mert itt vannak ilyen kis szigetecskék, vagy bármik. Vannak itt ilyen lábjegyzet részek, szerintem ezeket lehet állítgatni majd. Már nagyon úgy néz ki a két széle, hogy ez állítgatható, pozícionálható. Kaptam egy emailt. YouTube-on. Egy megcsekkoljuk. Jó. A tárgyat nem tudjuk forgatni? Ja, itt kell, bocsánat. Ah. Van a hátulján itt ilyen cumedli. Nyilak, vagy pötty, arra, és nyíl. Azon mindent az óramutató járásával ellenkezőleg? Igen. És így. Ugyanaz a hülyen oldalra megy be. Nem látom azt, hogy ezt itt lehetne piszkálni. Kilépni se tudok. Endoszkóp bár mit csinál? De hogy így lehet rájönni a oldalára. Oké. Oké. Így vagy maxra eltekerve, nem tudom ez miért jó nekem. Egy, kettő volt. Infinity brute force-oljuk. Ott is kettőt ugrott. Van ebbe az irányba végtelen? Na, ki kellett mondanom. Hova ez a fele? Semmi. Semmi. Változott itt semmi? Hogy jelezgeti, hogy a két izét forgassam el szerintem. Várjál csak. Nincs jelzés. Itt vannak ezek. Téged nem tudlak. Hang alapján brute force-olni? Nem. Továbbra sem mozdul, mert valami meggátolja. Ó! I'm going to need a screwdriver here, and what better tool than on my magnetic screwdriver. Ez alatt annyit akar szerintem, hogy kell neki ide egy csavarhúzó, és semmi sem lenne jobb, mint a régi mágneses csavarhúzóm. Szükségem lesz ide egy csavarhúzó, és mi jobb eszköz, mint a régi mágneses csavarhúzóm. Nice, minek neked csavarhúzó egy alien dumo? Te csavarhúzó vagy mágneses. Nem áll. Hát, hogy a krumpliban nézel ki? A lehet pályát tévesztettem, de ilyen csavarhúzót én még nem láttam. Tessék, ősi idegen technológiákat, vagy nem ősi, de idegen technológiákat keresgélünk. Erre ilyen csavarhúzóra mondja azt, hogy van neki egy régi mágneses csavarhúzó. Hát ez mi a krumpli, te? Hűjaj! A short focus on the current screw shape. Fókusz lehet állítani a jelenlegi csavar élességén.
Jelenlegi csavarra kell koncentrálnom, mint alak. Oké. Okay. Ja, hogy merre akarom forgatni, kösz szépen. Tudom, te mit állítgatsz itt. Oké. Okay. Ott egy fölnyél van. Ja, hogy ezt állítgatjuk ott a formát, értem. Vagyis egy olyan alakot kell kitalálnunk rá, és akkor ezzel itt bepozícionáljunk. Oké. Okay. Akkor ezzel itt le lehet ezt rakni máshova is. Hát de csak alulra engedi. Az a közeli távoli dolog. Jó, akkor szerintem nekem ezt kell. Aha, és itt meg az egész változik. Hát most akkor kérdés, hogy a kis részt akarom piszkálni, vagy a nagyot? És akkor itt kettő meg egy lesz belőle, meg széthúz. Oké, ezek a formák. De hogy így lesz belőle, három. Jó, this first shape is all set, let's move on the second line. Oké, okay, most be van állítva az első élesség, vagy a kinézet, ugyebár a forma. Ez a félkörív. És jöhet a második set. Please the orange switch set, switch shape. Aha! Jó, szóval ezzel váltunk át, hogy egyes vagy kettes forma. Az egyes forma volt ez. És akkor ezzel váltsunk át, így most az a belső háromszög változik. És ott már a csavarhúzó kerekeit, hogy megtaláld a másodiknak az élességét. Igen, ezeket forgatjuk, ez kell nekünk. Ez ide le. Elháromszorozzuk. Így. Meg is van a csavar formája. És azt szerint ki is szedtük a csavart. Tessék, ki is van nyitva ez az oldal. És itt mi a krumpli főzeléket állítok most? Semmit, kivettünk egy... Hát, fém golyót. De miért is jó az nekünk, hogy kivettünk egy fém golyót? Hiányzik valahonnan? Igen, ide kéne. Én nem látok semmit, amire tudok kattintani, jó? És kicsit adja magát csak, hogy azt ott elhúzhatod. Jaj, de szép, hogy ijedjél hatba. És veled mi a krumplit kezdjek? Rákattingatok, se csinál semmit, de valószínűleg ott a megoldásunk. Még mindig nem tudom, hogy hogyan. Én nem látok semmit, ami változna. Téged kell ide rakni? Nem. Vagy téged kell duplikálni? Téged duplikáltalak, nem tudom, ez miért jó nekem, le vagy duplikálva, triplikálni lehet? Nem lehet. Ez az, hogy már duplikálva van, azt mondja. Csodásan koszosak az érintkezők. Egy. Kettő. Kösz szépen. Ez itt elindult felső-alsó vonal. Ó, de csecse vagy, mi a krumplit állítgatok rajtad, mik ezek a formák? Hú, jaj. Na jó, akkor megint megfordítjuk ezt a cumót. Nyíl balra pöttye, két vonás, alsó vonás, nyíl. Utána mindenképp a másik irányba kell, hogy nézzél. És egy pötty lehet csak rajtad, van csak egy pöttyünk, van. Itt meg nyíl. És össze-vissza vonásos nyíl. Ez? Nem, ez. Beaktiváltuk, ez a kód, hogy kinyíljen a cumedli.
és Magic belódol a lovasi jegyében. Hiba. Nem stimmt a matek, azt mondja. Hát baromi jó vagy. Gondolom most kellett beállítani, amit már nem tudok, hogy. Sárga, pötty, stb. Középen. Ja, már most vágom. Most lehet állítgatni ezeket a vackokat. Köszi. Már elfelejtettem, hogy mi kellett. Szóval, kis bolygó lent, és ha ez tükörben van, akkor ugyebár ezen az oldalt, jobb oldalt legyen. Karika alul. Kezdjük a karikával. Na, átkattintasz ma még ide? Ada. Igen, nézzük, hány megoldásban van alul a karika, valahogy így. Karika, gömb, meg másik. Ah, talán így. És akkor a két pöttyát, lóson és egy gömböt mellé. Vagyis arra fele forogja. Valahogy így, vagy nem. Szóval karika, karika, karikás meg a két pistike átlóba, és megvan adva, hogy ezek egy vonalba vannak. Az van egy vonalba. A nagyjal meg a kicsivel ide, szóval ennek így kéne állnia. Annak meg középen. Kb. Így. Igen, az most jó. És akkor a másiknak meg itt, itt, meg itt kell lennie. Ide, és ide. Szeretem, hogy így megugrik a játék. Ja, hogy ez a végállásod, jó? Igen, most itt miért ugrálsz ekkorát, ha én körbe akarlak tekerni? Akkor menjünk el az egyik végére. Az ennyi. Icipiciket mozgatunk rajta. És valahogy így. Nem. Következő körbe. Sem. Ennek valahol itt kell lenni, annak a kettőnek pedig itt. Mert ezzel kell egybefutnia. Így. Loading aktiválva. Nice. Igyál vizet, Laci, vizet. Húzzuk el a tabletet. Két katt előbb, hogy üzemeljem. Unlock the screen. Na te mi a krumpli vagy? Egy trónus, ami egy hajó egy része.
Nem találja a hajót, azt mondja. Egy űrhajó? Sosem láttam ezt. Ilyet. That's too bad, this device doesn't seem capable of locking it. Ez itt nem tetszik neki, mert hogy nem fogjuk tudni használni akkor ezt a... eszközt, mert nincs itt a űrhajó. Egy űrhajó? Sosem láttam még ilyet. Kár, hogy ez az eszköz nem képes megtalálni. Az nem mutatja ez az eszköz, hogy hol van ez az űrhajónk. Chapter complete. Na, de hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, ha végignézte. Remélem tetszett, ha igen, ne felejtsétek el lájkolni, és innen folytatjuk legközelebb majd ezt a játékot. Érdekes, úgyhogy tudom a jelen kipróbálását. Jó pofa, olyan angol tudása nagyon vészes hozzá, mert rá lehet jönni a dolgokra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!